Tündérmezőn az ember és a víz különös szimbiózisának lehetünk tanúi. Ezen a vidéken a Tisza, a Szamos vagy a Kraszna egyszerre oltalmazta és pusztította az itt élőket. Ez az a táj, ahol különleges középkori templomok nőttek ki a földből. Ez az a szeglete az országnak, ahol megszületett a kis Móricz Zsigmond és a himnuszunk is. Vörös taréjú lápi sárkánygyíkok, mesztelenül sétáló előkelőségek, egy szüzek vérében fürdő grófnő és meg annyi más különös történet szövi át ezt a misztikus tájat. Jöjjön hát a mezítlábas Notre Dame, a nem tudom Szilva, a könnyező Szűz Mária és még számtalan érdekesség Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből. Úgy, ahogy nem látta még. Madártávlatból. Szabolcs-Szatmár Bereg megye csodáit a következő útvonalon mutatjuk be a levegőből. Nyíregyháza, Nagykálló, Nyírbátor, Máriapócs, Vaja, Tiszadob, Tiszalök, Szabolcs, Kisvárda, Tuzsér. Majd átszállunk Beregbe, hogy megmutassuk középkori templomait, és szót ejtsünk Lónyáról, Tákosról, Tarpáról és Vásárosnaményról. Ezután Szatmárban folytatjuk a repülésünket. Itt is teszünk egy középkori templom túrát, és megsasoljuk Panyolát, Máté Szalkát, Nagyecsedet, Csengert és Csengersimát. Szárnyakon tett körutazásunkat Szatmár Csekével, Tiszakóróddal, Tiszacsécsével és Túr Istvándival zárjuk. Nyíregyháza vidéke már a honfoglalás idejében lakott volt. Igaz, jó ideig csupán egyike volt az Alföld kis településeinek. A 15. század közepén például körülbelül csak 400 lelket számlált. A török megszállás persze itt sem segített, ekkoriban sokan elhagyták. És bár időközben hajdúvárosi rangot is szerzett, még 1750 tájékán is csak 500 lakosa volt. Az, hogy a település gyors növekedésnek indult, egy grófnak, Károlyi Ferencnek köszönhető. Károlyi ugyanis jelentős kedvezményeket ígért az ide települőknek. Az új jövevények pedig tényleg jöttek. Döntő többségük Békés vármegyéből és a felvidékről érkező szlovák evangélikus bevándorló volt, akiket a köznyelv tirpákoknak is hívott. A tótok aztán nem sokkal később meg is alapították első gimnáziumukat, az akkori professzori iskolát, amit ma Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumként ismerünk. A város legértékesebb műemléke talán az a barokk evangélikus templom, ami létezését II. József türelmi rendeletének köszönheti. A rendeletnek az volt a lényege, hogy ahol azt legalább 100 nem katolikus család kérelmezi, ott engedélyezni kell templom és iskola építését, valamint lelkész és tanító alkalmazását. Az evangélikus tótok, a tirpákok ekkor lélegezhettek föl véglegesen, és innentől kezdve gyakorolhatták szabadon vallásukat. A pompás építmény mindössze 2 év alatt készült el, 1784 és 86 között. De Nyíregyháza növekedése akkor indult meg csak igazán, amikor 1786-ban a város mezővárosi rangot kapott. Ez azt jelentette, hogy 4 vásárt is tarthatott évente. Ekkoriban 7500 lakosával már Szabolcs vármegye legnépesebb települése volt, 1876-ban pedig a székhelye lett. A ma is gyönyörű állapotban lévő megyeházát 16 évvel később, 1892-ben építették föl Alpár Ignác tervei alapján.
A műemlék épület homlokzatán Szabolcs vezér és az államalapító István király szobrai láthatók. A megyeházánál 20 évvel korábban, 1872-ben épült meg a mai város főterének, a Kossuth térnek az egyik legmeghatározóbb épülete, a Városháza. Az árkádos bejáratú épület dísztermében volt a hírhedt tiszaeszlári per, amelynek során meggyanúsították a tiszaeszlári zsidókat egy keresztény lány Solymosi Eszter rituális meggyilkolásával, majd aztán fölmentették őket. A védelmet Ötvös Károly képviselte, Mikszáth Kálmán pedig tudósított róla. De Móricz Zsigmond is gyakorta megfordult itt. Az épület egyik vendégszobájában lakott ilyenkor. A Városháza boltíves kapuját egyébként még ma is sokan automatikusan kikerülik. Nem mennek át alatta, hiszen azt beszélik, ez szerencsétlenséget hozna rájuk. Nyíregyházán aztán a 19. század utolsó évtizedeiben felpörgött a gazdasági fejlődés. Szükségessé vált pénzintézetek építése. Így a városban a millennium évében már Takarékpénztáregyesület és Hitelbank is működött. Az elegáns takarékpalota ennek az élő mementója. Fantasztikus és virágzó időszak volt ez. A városban sorra alakultak a kisebb cégek és üzemek. Egyre nagyobb számban költöztek ide az iparosok és a kereskedők is. Ahol egy üzlet aztán beindul, ott minden beindul. A kulturális élet is. Bár Nyíregyházán már az 1800-as évek első felében is szóltak a híradások spontán színházi előadásokról, kétség kívül megvolt az igény egy igazi kőszínházra. Ahogyan ez Rizdofer János egyházközségi jegyző egyik nyakatekert beszédéből is kitűnik. Régi közóhajtás sürgető szavára, e város előrehaladásának és népe művelődésének gyámolítása céljából egy ehelyütt létesítendő állandó magyar színház eszméjét karolja fel a tanács. Hogy tudnélik? Mind a nyári kemény mezei munkában kifáradó saját népünk, legalább a téli időszak alatt a szegénység és elaljasodás örvényében ragadó kocsmai dorbézolásoknál itt különb mulatságot is találjon. S mind általában e város polgársága szórakozás mellett egyszer s mind ízlés és érzésre nézve is pallérozó közéleti életiskolát nyerjen. Rizdofer szavai meg is hallgattattak, mert több évtizedes munka eredményeképpen 1894. február 6-án az egykori Szénapiacon nyílt meg ez a kőépület. A mai Móricz Zsigmond Színház. A Nyíregyháza életében meghatározó építész Alpár Ignác tervei alapján. Annak az Alpár Ignácnak a tervei alapján, aki nem feltétlenül volt mindenki körében népszerű. Most már minden jelentősebb épületet csak Alpár Ignác tervezhet Nyíregyházán, tették fel a kérdést felháborodottan az akkori újságcikkek. Nem véletlenül, mert a megyeháza, az evangélikus elemi iskola és a színház után a koronaszálló építésére is Alpár terveit fogadta el a város vezetése. 12 másik pályázó ellenében. A nyitóbálon az első csárdást a polgármester kezdte el Kovács Eleknével, és az fokozta az est szenzációját, hogy a dísztermet villanylámpákkal tették fényesebbé. Természetesen alkalmi, házi berendezés segítségével, hiszen 1895-ben még nem volt villanyáramszolgáltatás Nyíregyházán. A 20-as években a koronában megszálló Móricz Zsigmond is gyakran számolt be itt szerzett élményeiről. De itt tartott hangversenyeket Bartók és Kodály is. Az Agarász Klub exkluzív vendégei között pedig rendszeresen ott volt Krúdi Gyula. Egyébként is mindig olyan bálok voltak a koronaszállóban, ahol nagy találkozások születtek és nagy üzletek köttettek.
A Nyírvíz palota egy építészetileg és városképileg is meghatározó épülete Nyíregyházának. A Nyírvíz szabályozó társulat építette saját székházának a 20. század elején. A kupoláján csaknem 31 méter magasan egy rétisas szobra díszelgett. És pontosan ez volt a vita tárgya a II. Világháború után. Mert sokan turulnak vélték a rétisast. Ezért aztán 1951-ben el is távolították a palotáról, majd egy teherautón ismeretlen helyre vitték. A madár csak 2010-ben szállt vissza az épületre. Ennek a városnak voltam az írója. Olvasható a Krúdi Gyula szülőházán elhelyezett emléktáblán. És valóban, a nyírség álmodója ezer szállal kötődik Nyíregyházához. Valóban 100 esztendő előtt termett ki Nyíregyháza a nyírségi homokból, akármint csóválja a fejét a mai olvasó. Azon a helyen, ahol manapság az 50 000-et meghaladó lakosságú határszéli Nyíregyháza áll. 100 esztendő előtt még nem volt egyéb, mint néhány jobbágytanya, vadvíz, erdő, meg nyír. Ember lakta a hely legfeljebb a csárda, ahol a megyei csend biztos faggatózik utonállók felől. A debreceni, miskolci vásárosok keresztet vetve húzódtak keresztül szekereikkel e vadregényes tájon. Így vallott az író imádott városáról. De már bőven a megyeszékhelyhez tartozó Sóstó felett repülünk, és a svájci lakot láthatjuk madártávlatból, amely elnevezését az ezen a sík vidéken mindenképpen furcsa, alpesi stílusa miatt kapta. Krúdi az épület középső, emeleti részében lakott. Itt tartózkodása idején a városba már alig-alig látogatott be, többnyire szobájában üldögélt, vagy a tó körül sétálgatott. A fogadót azonban nem csak Krúdi, hanem Blaha Lujza, vagy éppen Karinti Frigyes is imádta. A sóstói paradicsom szerelmesének nevét egyébként ez az 1911-ben eklektikus stílusban épült szépség a Krúdi szálló is őrzi, amely ma vigadóként funkcionál. Sóstó gyógyfürdő, vagy csak röviden Sóstó, egyébként is különleges ékessége a városnak. A névadója, ez a 9,5 hektár területű, két részre osztott, sósvízű szikes tó, aminek vizéhez már jó régen sajátos gyógyerőt kapcsoltak. Mátyás király korában is ismerték Igrice néven. A tudós polihisztor Jósa András szerint a tó vize meggyógyította az embereket a görvénykortól, csúsztól, köszvénytől, idült lobbos izzadmányoktól és egyéb virágnyelven úgynevezett vérbetegségektől. Mai nyelven fogalmazva, a gyógyvízzé minősített termálvíz kiválóan alkalmas gerincbetegségek, reumatikus, mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok enyhítésére. A város asszonyai egyébként már 1794-ben engedélyt kaptak arra, hogy Sóstón ruhát mossanak. 3 évtizeddel később pedig megépült az első, 4 káddal működő fürdőház és a vendéglő, a mai fürdőkomplexum elődje. Sóstón található múzeumfalu is, mégpedig Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeuma. Ez több mint 80 építménnyel képviseli Észak-Kelet Magyarország sokszínű népi építészetét. Ráadásul túlnyomó többségük eredeti. Ez azt jelenti, hogy egykori helyszínükről pontos felmérések alapján történt meg az áttelepítésük. Sóstó gyógyfürdő ékessége az ország egyik legjobb állatkertje, a Sóstó Zoo is.
Az állatvilág több mint 500 faja látható itt, köztük igazi kuriózumok, mint például a fehér tigris, a hópárduc, vagy éppen a komodói sárkány. Ha a sárkányok nem is fordulnak benne elő, de a sóstói erdő létrejöttének története is legendás. A nyírség egyik legszebb erdeje, a város tüdeje, a mendemondák szerint csupán egy véletlen elírásnak köszönheti a létezését. Valamikor az 1700-as években egy bécsi földesúrnak ugyanis igencsak fogytán volt a pénze szerencsejáték szenvedélye miatt. Törte is nagyon a fejét, hogy milyen jövedelmező üzlet után nézzen. Aztán megszületett fejében a nagy ötlet. Úgy hívták, hogy mák. A mák ára ekkoriban nagyon magas volt, így a földesúr nem teljesen józanul, mulatozás közben azt találta ki, hogy mákot fog termeszteni nyíregyházi birtokán. Meg is írta gyorsan az üzleti tervét az ispánnak, hogy azonnal vessék be a földjét mákkal. De a nagy sietségben vétett egy apró hibát, lehagyta az ékezetet. Ezért nem mákkal, hanem makkal ültették be az ezer holdját. Hát így van az, hogy mák helyett egy szép tölgyes erdőt láthatunk itt. Az erdők, ahol a nyíregyházi előkelőségek már a 19. században is tulajdonképpen wellnesseztek. Az ok egy akkoriban nagyon divatosnak számító eljárás a Kneipp kúra volt. Az előkelőségek így előszeretettel sétáltak mezítláb az erdőben és fürödtek a tóban. A vásárba tartó parasztok, kereskedők pedig hamar megszokták, hogy az urak feltűrt gatyában kóricálnak a tölgyesben. De ami ezután következett, na arra nem voltak felkészülve. A kúrát vezető német orvos ugyanis az egyik nap azt találta ki, hogy nem tud szellőzni rendesen a bőr a ruháktól, ezért a legjobb lesz, ha attól is megszabadulnak. Így is lett. A kúra résztvevői ezután anyaszült mesztelenül sétáltak az erdőben. Krúdi, aki szintén találkozott velük, így írt erről. Ugráltak, virgonckodtak, mint fiatal csikók. Sőt, felmásztak a fákra, és ott tornáztak, kiáltoztak. Úgy éltek, mint az ősemberek. A látvány és a furcsa viselkedés az erdőn áthaladó köznépet is sokkolta, és a történet egy komoly összetűzésbe torkollott, ami egyúttal a sóstói mesztelen erdei wellness végét is jelentette. Amíg Nyíregyházán mulattak, Nagykállón duzzogtak. Nagykálló volt ugyanis az egyértelmű kárvallottja Nyíregyháza felemelkedésének. Pedig ez a ma csupán alig több mint 9000-es nyírségi település már a 14. században is mezőváros volt. És mivel nagyforgalmú utak metszéspontjában volt, Nagykálló lett a térség gazdasági és kereskedelmi központja. Még gyönyörű vára is volt, sőt 1747-ben Szabolcs vármegye székhelye lett. Ez a hatalmas, barokk, klasszicista stílusban felhúzott épület a tanúja, a volt megyeháza. A megyeszékhelyi rang 1876-os nyíregyházára kerüléséig szolgált a megye legfontosabb épületeként. Később aztán tébolyda lett belőle, majd elmegyógyintézet, ma pedig megyei pszichiátriai szakkórházként üzemel. Nagykálló kulturális nevezetessége a Kállai Kettős is, a híres táncballada. A táncballada, ami egy civakodó, majd kibékülő és boldogan együtt mulató szerelmes párról szól. Elsőként Móricz Zsigmond volt az, aki feljegyezte a Kállai Kettős szövegét. De Kodály Zoltán is nagyon érdeklődött iránta. De mivel ekkor még csak táncolva tudták előadni neki a művet, Kodály letett róla, hogy feljegyezze. Ám nem adta föl. Újra eljött Nagykállóba egy koreográfussal, így sikerült lejegyeznie. Majd 1928-ban fonográfiára is rögzítette.
a Kállai kettősről, erről a hihetetlen értékről 1933-ban készült el az első rádiófelvétel. Nagy Kálló furcsa nevezetessége az Ínség-domb is. A 12 méter magas kilátót az 1780-as évi éhínség után gabonáért cserébe hordta össze a lakosság. Mosóteknővel, dézsával, szakajtóval, kötéllyel. Kállai Ferenc földbirtokos kertjében. De még mielőtt tovaszállunk, érdemes megemlékezni Nagy Kálló furcsa mottójáról is, ami így hangzik. De Kálló szebb! Na vaj, kiknek szólhat ez a dacos üzenet? Még mindig a Nyírség fölött repülünk, Nyírbátor fölött. A város történelmét az egymást váltó fejedelmek, főurak, a betlenek, rákóciak és a károlyiak határozták meg. Leginkább a bátoriak. Ők itt a legfontosabbak. Második Báthori István erdélyi vajdához, a kenyérmezei csata hőséhez köthető például ennek a gyönyörű, késő gótikus református templomnak a megépítetése. Báthori volt az egyik vezére annak a diadalnak, ami az addigi legjelentősebb győzelem volt a Magyarországot támadó portyázó törökök felett. Így eredetileg a család mauzóleumának szánták ezt a szépséget. A templom kriptáiban a báthoriak mellett a betlen családból is itt nyugszanak néhányan. A templom délnyugati sarka közelében áll egy nagyon különleges dolog. Hazánk legnagyobb és egyben legrégibb harangtornya. De ez már később, 1640 körül épült a betlen család megrendelésére. A reformátushoz hasonlóan a Minorita templomot és a hozzá csatlakozó kolostort is Báthori építette a kenyérmezei győztes csata után. Valószínűsíthetően az ott szerzett zsákmányból. A báthoriak fészke a Nyírbáthori vár volt. A ma látható vár tulajdonképpen az egykorinak csak egy részlete. A várossal folyamatosan perlekedésben álló károlyiak tulajdonképpen csak magtárnak használták. A vár többi részét pedig, mivel funkcióját elvesztette, lebontották. A vár területén köttetett meg a Nyírbáthori egyezmény is Fráter György és Ferdinánd király megbízottai között. Ebben mondták ki Erdély és a Királyi Magyarország Egyesülését. Nyírbátor szülöttje, a világtörténelem egyik legsötétebb női alakja, Báthori Erzsébet is. A grófnő a történetek szerint a fiatalság titkát keresve szüzek vérét vette, és meg is fürdött bennük. A vérszomjas báthori grófnő az összegyűjtött lányokat megkorbácsolta, megcsonkította és megkínozta, majd lábuknál fellógatta őket. Így eresztette ki vérüket. Állítólag ivott is vért. Kezdetben egy aranyserlegből, majd közvetlenül a lányok testéből. A történet szerint elfogatásáig 600-nál is több lány életét oltotta ki Csejte várában a Felvidéken. Habár a történelem tudomány ma már kitalációként és koncepciós vádakként tekint ezekre, a nyírbáthori Báthori Erzsébet sötét alakja világhírű lett. A református és a Minorita templomot összekötő város történeti sétányon is láthatjuk a báthoriakat. Egészen pontosan a házasságát Báthori Györgynek és Báthori Annának, a hírhedt Báthori Erzsébet szüleinek. De tanúi lehetünk Vid és a Sárkány csatájának is. Kettőjük mondája a nyírbáthori sárkány kultusz gyökere. Eszerint Vid úgy győzte le a környéket sokáig rettegésben tartó szörnyeteget, hogy bizonyítékként kiszedte a fogait. Ezek láthatók ma a város címerében.
Mára a Mária Pócsi kegy templom fölött szárnyalunk, ami híres Mária búcsú járó kegyhely. A következő történet mondja el a miértjét. Az egész azzal kezdődött, hogy a helyi görög katolikus lelkész öccse 6 forintért megfestett egy Szűz Mária kegyképet. A megrendelő egy török rabságból kiszabadult helyi bíró Csigri László volt. De mivel Csigri nem tudta a képet kifizetni, így az a templomba került. 1696-ban aztán egy novemberi napon liturgia végzés közben észrevették, hogy könnyek folynak Mária szeméből. Mária csaknem 2 hétig folyamatosan könnyezett, majd kisebb megszakításokkal egészen decemberig. Az eseménynek persze gyorsan híre ment. Habsburg Lipót király felesége azonnal Bécsbe vitette a képet, ami aztán ott is maradt. Ám közben 3 másolatot is készítettek róla. Az egyik pedig visszakerült Mária Pócsra. 1715-ben ez a pócsi másolat is elkezdett könnyezni, méghozzá 3 alkalommal. Közel 200 év múlva ismét, aztán 1905-ben még egyszer. Ilyen történések után talán nem is csoda, hogy kegyhely lett a Mária Pócsi görögkatolikus templom. Még mindig az egykori Szabolcs vármegyében járunk, mert egy újabb csodát akarunk mutatni. A vajai Vai várkastélyt. A régi nemesi család, a Vai, már a 13. századtól jelentős szerepet játszott az ország életében. De ebben a gyönyörű reneszánsz épületben mégis talán a Rákóczi-féle szabadságharc idején volt a legizgalmasabb az élet. Itt élt ugyanis a falai között Vai Ádám kuruc szenátor, második Rákóczi Ferenc udvari főkapitánya, aki egyben egyik legfőbb bizalmasa is volt a Habsburg ház önkény uralma ellen kirobbant 1703-as felkelés idején. Maga a fejedelem is járt 2-szer Vaján. Ebből a második alkalommal a szabadságharc vége felé személyesen találkozott a Habsburg fegyveres erők parancsnokával, aki persze megpróbálta rávenni Rákóczit a császár előtti meghódolásra. A szabadságharc vezetője cserébe visszakapta volna magánvagyonát. De rossz lóra tett. A fejedelem hallani sem akart erről, nem akarta cserben hagyni országa népét, és elutasította a kegyelmi ajánlatot. A szabadságharc pedig elbukott, Rákóczi számüzetésbe vonult, a várkastély viszont szerencsésen túlélte a Habsburgokat, nem robbantották fel. Így madártávlatból most mi is élvezhetjük ezt a reneszánsz építészeti tökélyt. De ha már csodákról van szó, repüljünk el a megye nyugati csücskébe is. Még mindig az egykori Szabolcs vármegye területén járunk, Tiszadobon, a tiszadobi Andrássy kastély fölött. A kastély tervezője Meinig Artúr volt, akit Andrássy gróf arra inspirált, hogy ötvözze egybe a magyar történelmi romantika legnemesebb építészeti elemeit, és ha lehet, hagyatkozzon elsősorban a vajdahunyadi vár stílusára. A meglehetősen jól sikerült épület érdekessége, hogy a 4 évszaknak megfelelően 4 bejárata, 12 hónapnak megfelelően 12 tornya, az 52 hétnek megfelelően 52 szobája és a 365 napnak megfelelően 365 ablakszeme van. Tiszadobról s arról, hogy miért is vetették meg lábukat az Andrássyak e településen, egyébként sokat elárul a gróf alkalmazásában álló angol nevelőnő Mary Elizabeth Stevens 1865-ös édesanyjához írt levele. Az emberek itt teljesen mások, mint Terebesen és Észak-Magyarországon. Udvariasak, intelligensek és nagyon jómódúak. Nagyon kifejező és egyszerű nyelven beszélnek. Hát ezért jöttek az Andrássyak Tiszadobra. De most mi haladunk tovább. A Tisza fölött. A megye arculatát ugyanis alapvetően meghatározzák a folyók. Elsősorban a Tisza, különösen a szabályozás előtt.
A vízben lebegő homokszemeknek és hiszapnak köszönhetően szőke folyó teljes hossza akkor még 1419 kilométer volt. A szabályozás után lett 962 kilométer. Ám még így is a Duna leghosszabb mellékfolyója. Az egykori Szabolcs vármegyében található tiszalöki vízlépcső volt a Tisza szabályozásának során megépített első jelentős méretű műtárgy. Tovább szárnyalunk azonban a Tisza folyásával ellentétes irányba. Így érkezünk meg a vármegye egykori névadójába, Szabolcsba. Ez a földvár, amelyről a magyar közvélemény jóformán semmit sem tud, a magyar nemzeti kincsek közé tartozik. Szabolcs megyének északi sarkában, rakamazon felül van, Tokajjal szemben ez a kis pár száz főnyi lakosságú falucska. Maga a falu a földvár lejtőjén van megtelepülve, írta még 1932-ben Móricz Zsigmond az Est hasábjain a szabolcsi földvárról. A szabolcsi vár a tiszaparti Szabolcs községnek ékessége. A földvár a magyarság egyik legkiemelkedőbb honfoglaláskori építménye, a régészeti feltárások eredményei szerint 950 körül emelték. A Kárpát-medencében letelepülő magyar törzsek egyikének vezéri szálláshelye lehetett. Anonymus szerint Szabolcs vezér építette a honfoglalás után. Bóna István régész professzor számításai szerint a vár felépítéséhez a kor viszonyait figyelembe véve 1.200.000 munkaóra szükségeltetett, amely 100 építő munkással számolva 900 napot vehetett igénybe, azaz 2,5 évig dolgozhattak rajta. A legépebb állapotban fennmaradt földvárunk sáncaitól néhány méterre áll annak a templomnak az utóda, amelyben 1992-ben Szent László királyunk országos zsinatot tartott. Az egyházi zsinaton meghozott határozatok lejegyzése a magyar jogtörténet kiemelkedő alkotásai lettek. Ezek maradtak ránk összeszerkesztve, és Szent László király első törvénykönyve néven ismerjük őket. A kisvárdai vár helyén is egykor földvár állott. A honfoglalást követően az ősi Gutkeled nemzetségből származó várdai család volt a település birtokosa, akik 1415-ben Luxemburgi Zsigmondtól kaptak engedélyt egy vár létesítésére. A várnak később jelentős hadiszerepe volt, mivel falai a királyi Magyarország és a török árnyékában függetlenné váló erdélyi fejedelemség közötti ütköző zónában álltak. A vár arról is híres, hogy itt tartotta II. Rákóczi Ferenc utolsó nagy seregszemléjét 1711-ben. A békésebb évszázadokban a környékbeli lakosság szekérszámra vitte el a vár értékes tégla anyagát. Míg nem 1828-ban a vármegyei hatóságok ezt megtiltották. Ez a határozat volt a magyar műemlékvédelem egyik első dokumentuma. Kisvárda egyik legfigyelemreméltóbb épületében, a volt zsinagógában található a Rétközi Múzeum. A Rétköz a hajdani Szabolcs vármegye egyik legkarakteresebben elkülönülő természetföldrajzi tájegysége volt. A Tisza és a Nyírség homokdombjai által behatárolt rész egy vizes, nádas, ingoványos terület volt. Nagyon nehezen lehetett megközelíteni. A néhány év híján egy ezredévnyi természeti állandóság meghatározta a Rétközben élők tudatát, és egy sajátos különállást, elkülönülést eredményezett. Tuzsér a remek példája annak, hogy a rétközi emberek élete mennyire alkalmazkodott a zabolátlan Tiszához. Egykor Tuzsér területén is földvár állott, és egy előkerült tarsoly lemez tanúsága szerint már a honfoglalás előtt lakott hely volt. A honfoglalás korában viszont gyepűvédő átkelő szerepköre volt ennek a vidéknek, ez biztosította a népesedést és a településsé válást. Tuzsér egy olyan település volt, ahol a helyi lakosok maguk készítették csónakjaikat.
A gazdák azon jártak a földjeikre, sőt, azon hozták szüléshez a bábát is. A legények is csónakon jártak estézni, sőt, még a templomba is tutajon mentek a hívek. És még arra sem volt szükségük, hogy a Tiszából halásszanak, mert a szabályozatlan folyó árvizei magukkal sodorták a halakat, s az elárasztott területekről ezeket varsával, szákkal, tapogatóval, vagy ahogy a helyiek mondták, pecegtetéssel fogták ki. Így talán az sem meglepő, hogy meglehetősen sok tuzséri származású embernek az a vezetékneve, hogy révész. A tuzséri Lónyai kastély is a Tiszakanyar középpontjában a védőtöltéstől mindössze 300-350 méternyi távolságra áll. A kastély építtetőjéről Lónyai János Alispánról kapta a nevét. A hagyományok szerint a díszteremben egy különös haláleset is történt. A terem különleges freskóit készítő Wurzinger Mihály ugyanis itt lelte halálát műveinek szignálása közben. A felső Tisza vidék középkori templomokban Magyarország egyik leggazdagabb vidéke. A Beregi Tiszahát méltán sokat emlegetett műemléke a 13. században emelt román stílusú lónyai református templom, amely a mellette álló fatoronnyal a Beregi tájegység ékessége. A harangtorony a templom nyugati homlokzata előtt áll, 26,5 méteres magasságával a térség legkiemelkedőbb fa harangtorony műemléke. Lónyán található a lónyai család neogótikus sírkápolnája is. Benne nyugszik Magyarország néhai miniszterelnöke, gróf Lónyai Menyhért és 27 családtagja. A lónyai templomnál ugyan jóval fiatalabb, de így is a felső Tisza vidékének egyik legszebb és legismertebb temploma, a mezítlábas Notre Dame. A tákosi református templom a magyarországi népi építészet gyöngyszeme. Úgy tartják, hogy a nép emelte magának fából és sárból. Mária Terézia ugyanis megtagadta a követ és a téglát a református vallás gyakorlóktól. A beregi ember viszont sohasem rettent meg az ilyen akadályoktól, úgyhogy ilyen gyönyörű templomot építettek abból a két dologból, ami volt nekik. Fából és sárból. Hát így született a mezítlábas Notre Dame. De csak a megye beregi részein még legalább 5 csodás középkori református templomot láthatunk, úgy mint a Csarodai, a Vámos Atyai, a Beregsurányi, a Beregdaróci és a Márokpapi. Most a Csarodait láthatjuk madártávlatból. De Tarpán is van egy a 15. században késő gótikus stílusban felépített, gyönyörű református templom. Bár a híres kuruc település Tarpa a beregi síkságon fekszik, sokáig Szatmár vármegyéhez tartozott, annak ellenére, hogy beregi települések vették körül. Nem csoda, hogy a 19. század elejétől folyamatosan napirenden volt átcsatolás a Bereghez, de erre Szatmár vármegye tiltakozása miatt csak hosszas húzavona után 1836-ban került sor. Körülbelül 90 évvel később, Trianon után pedig Tarpa már Csonka-Bereg vármegye székhelye volt. De a település mégsem erről a megyék közti húzavonáról a leghíresebb, hanem fiáról, a Rákóczi szabadságharcot előkészítő tiszaháti felkelés vezér alakjáról, a kuruc brigadérosról, a talpasok vezéréről, Esze Tamásról, aki sok csatában vitézkedett, és mindig bátran harcoltak a talpasok, amíg ő vezette a sereget. Tarpa nevezetessége az a 19. század elején készült műemlék szárazmalom is, mely az Észak-Tiszántúl egyetlen fennmaradt szárazmalma. Nagy kár viszont, hogy madártávlatból nem tudjuk megkóstolni a híres tarpai szilvapálinkát és a szilvalekvárt. Azokat a finomságokat, aminek alapanyaga a nem tudom szilva.
de ehhez a témához még visszatérünk. Pontosabban visszaszállunk. Mert előtte még kötelességünk elrepülni vásárosnaményba, és megmutatni ezt az elegáns kastélyt, amit a már többször megidézett lónyaiak építettek. A kastély a 18. század utolsó harmadában kapta jelenlegi barokk formáját, és jelenleg Beregi Múzeumként funkcionál. Régészeti, népművészeti, sőt, öntött vaskályha gyűjteményt is láthatunk benne, ha nem csak kívülről sasoljuk meg. A megye számos homokos tiszai szabadstrandja közül talán a ma már vásáros naményhoz tartozó Gergelyi ugornyai strand a leghíresebb. Az itteni homokpad minősége felveszi a versenyt a legkiválóbb tengeri üdülőhelyek homokjával is. A Tisza vize pedig ezen a részen általában rendkívül tiszta. De a megye másik jelentős folyója, a Szamos is itt, Vásárosnamény Gergelyi ugornya település részénél ömlik bele a Tiszába. 388 kilométer hömpölygés után. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye harmadik meghatározó vize, a Kraszna pedig 3,5 kilométerre a Szamos torkolat alatt csatlakozik be a Nagyszőke folyónkba. Az viszont érdekes, hogy a Kraszna az 1890-es évekig nem a Tiszába, hanem közvetlenül a Szamosba torkollott. És akkor térjünk vissza a Szatmári Szilvához és az ebből főzött pálinkához. Panyula fölött repülünk a Szatmári síkságon a Szamos-Tisza közében. A község közvetlenül a Szamos folyó jobb partján fekszik, de itt folyik a Túr is, és a település határaitól 3 kilométerre északra a Tisza. A Szatmári Szilva nevet csak ezen a vidéken, a Vásárosnaményról és 63 környező település területéről származó szilvából készített termékekre lehet alkalmazni. Szatmári szilvapálinkát kizárólag az ezen a területen fekvő szeszfőzdében szabad előállítani, gyártani és palackozni. Panyulán is szinte minden ház kertjében vannak szilvafák. Eredetileg vadon nőtt és szaporodott a mára már híressé vált nem tudom szilva. A nem tudom szilva. Ami a legendák szerint onnan kapta a nevét, hogy amikor a nem idevalósiak megkóstolták ezt a különleges és ízletes szilvát, és érdeklődtek a fajtájáról, a helyiektől mindig csak egy nem tudom válasz érkezett. Mi viszont azt bizonyosan tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye második legnagyobb településén, a Szatmári Mátészalkán a Kraszna folyik keresztül. Mátészalka a trianoni békeszerződés után előbb Szatmár, majd 1923-tól Szatmár, Ugocsa és Bereg vármegye székhelye volt. Ekkor jött létre a ma is látható városközpont jellegzetes épületeivel. Ebből az időből származik a vármegyeháza, a kórház, az iparosok székháza, a téli gazdasági iskola, a hősök iskolája és a sportpálya is. Mátészalka az 1950-es megyerendezés során Szabolcs-Szatmár megye létrehozásával, ami aztán a rendszerváltozás után a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nevet kapta, vesztette el megye székhelyi szerepét. Érdekesség Mátészalkáról, hogy 1888-ban itt a mai Kossuth utca 16-os szám alatt Szalkai Pál házában gyulladt ki a villany Magyarországon először New Yorkkal egy időben. Az áramot a Schwarz-Moore által az 1800-as évek közepén alapított Szalkai gyártelep és mezőgazdasági RT villanyáram szolgáltató részlege biztosította. De már Mátészalkától délkeletre szárnyalunk, Nagyecsed környékén. Az az óriási kolosszus, mely évszázadokon keresztül ráfeküdt a vármegye testére, az ecsedi láp ma már kihalt, élettelen. Míg élt, keveset tudtunk róla, azt is a képzelet színesítette ki. Midőn meghalt, íme jobban ismerjük, mint életében. Írta Berei József az ecsedi lápról. És való igaz,
a ma már teljesen eltűnt hatalmas ingovány az Alföld és Közép-Európa leghatalmasabb, áthatolhatatlan mocsárvilága volt. Sötét történetekkel, piros taréjú sárkánygyíkokkal, akiket még a múlt század végén is látni véltek, és végtelen nagy és néha nyugtalanító csenddel. De mára ez nincs többé. A nagy ecseden látható 1915 és 17 között épült gőzüzemű szivattyú telep az ecsedi láp lecsapolásának egyik legfontosabb műtárgya. A hozzá vezető lápi csatorna vizét emeli át a Krasznába. Az is érdekessége, hogy a belvízmentesítési szivattyúzások mellett ellátta Mátészalkát és még 14 környező községet villamos energiával. Akár csak Bereg, Szatmár vizek által körbezárt világa is távol tartotta magától a hódító hadakat. Így az elszigeteltsége miatt maradhattak fenn páratlan gazdagságukban és szépségükben középkori templomai és a melléjük épített faharangtornyok. A gazdagon fennmaradt középkori freskók, a festett karzatok, a díszes kazettás mennyezetek és a faragott szószékek. A vidék igazi ékszerdobozai. Gyügyén, Szamosújlakon, Fehérgyarmaton, Gacsájon, Jánkmajtison, Szamosújlakon, Szamosbecsen, Szamostatárfalván, Csegöldön, Kölcsén, Sonkádon, Kispaládon, Nagygécen, Zajtán, Nagyaron vagy Turricsén is láthatunk hasonló csodákat. Vagy éppen Csengersimán, ahol a református templom ma is gyönyörűséges környezetben a Szamos holtágából kialakított tó partján áll. A 100 ülőhelyes románkori egyhajós, kis homlokzati tornyos templom elképesztően régen 1210 és 1220 között épülhetett. A csengeri református templom pedig megint egy olyan építmény, aminek nagyszerűségét még madártávlatból is alig lehet befogadni. A gótikus épület piros-fekete téglákból kirakott falának harmóniájával, arányos szerkezetével és monumentalitásával az bizonyítja, hogy az Alföldön micsoda színvonala volt a téglaépítészetnek. A csengeri zsinaton 1570-ben Mélius Juhász Péterrel, a neves hitszónokkal az élen, itt, ebben a templomban tárgyaltak róla, majd döntötték el, hogy a reformáció kálvini útját követik. A csengeri hitvallásnak elnevezett nyilatkozat a hazai protestantizmus alapvető dokumentuma. Ritkaságnak számít, hogy három egyház ugyanabban az utcában építi fel templomát. Csengerben mégis így történt. Három különböző felekezet tagjai békés egymás mellett élésben gyakorolják hitüket az általuk Templomok utcájának elnevezett városrészben. A közelmúltban felújított római katolikus templom klasszicista stílusban épült. Az új és modern görög katolikus templom pedig Makovecz Imre tervei alapján készült. Szálljunk tovább Csengerről egy alig több mint 1500 fős településre, Szatmárcsekére, egy kis községbe, ahol Kölcsey Ferenc sírját találjuk. Itt hunyt el ugyanis a költő, de itt született meg hazánk himnusza is. 1823. január 22-én. Kölcsey itt írta a Zrínyi dalát, a Zrínyi második énekét, a Szatmári adózó nép állapotáról című művét és a Parainézis Kölcsey Kálmánhoz című szellemi végrendeletét is. A költő 25 évesen került ide az öröklött birtokra, és rövid megszakításokkal haláláig itt élt. A népi, csónakos fejfás református temetőben van eltemetve. Páratlan látványt nyújt a közel 600 ember magasságú stilizált emberfejet, illetve csónakban fekvő embert szimbolizáló sötét fejfával benépesített sírkert. Petőfi 1847. július 17-én a Kerényi Frigyeshez írott útilevelekben ezt jegyezte fel.
Badalóval csaknem szemközt fekszik innen a Tiszán Cseke, és a csekei temetőben Kölcsey Ferenc. Tavaly ősszel egy pár hétig laktam itt, s meglátogattam a Szent Sírt, melyben a legnemesebb szívek egyike hanvad. Halmánál nincs kőszobor, még csak fejfa sincs, melyre neve volna fölírva, de nincs is rá szükség, mert az odalépő vándornak szívdobogása megmondja, ki van ott eltemetve. És akkor jöjjön egy másik Petőfi idézet. Nyári napnak alkonyulatánál, megállék a kanyargó Tiszánál, ott, hol a kis túr siet beléje, mint a gyermek anyja kebelére. Tisza kóródon a nagy bukó felett repülünk, itt ömlik a túr a Tiszába. Petőfi viszont nem itt írta a gyönyörű költeményét, mert az ő idejében még innen 17 kilométerre nyugatra Nagyarnál sietett a Tiszába a túr. A túr szabályozására a 20. század elején került sor, ekkor létesült az ásott meder. A sokszor nagyon magas vízállású Tisza miatt a túr folyó vizét néhány méter magas, úgynevezett bukógáton keresztül engedik a Tiszába. Azért, hogy magas vízállásaikor a Tisza vissza ne duzzassza a túr vizét, ami egy vízesésként ömlik le. Ezt nevezik a környékbeliek egyszerűen nagy bukónak. Persze nem meglepő módon Tisza kóródra is jutott egy középkori református templom. Hát hiába, így megy ez Tündérmezőn. Tündérmezőn, ahogy Móricz Zsigmond nevezte az országnak ezt a tájékát. Az országnak ez a legtávolabbi része, az egész ország legcsodálatosabb darabja. A történelmi Magyarországnak utolsó tündérmezeje. Írta Móricz, és ezt úgy mondjuk el, hogy szülőfaluja Tiszacsécse felett repülünk. A szülőfalu a későbbi író számára a nagy tágasságot, a színes és csillogó végtelent jelenti, a tavaszi napfényt és a tág tüdőt. Itt kezdett el iskolába járni 5 évesen. Itt mindenki becézte és szerette. De nem sokáig élvezhette ezt a paradicsomot, alig volt 6 éves, amikor apja vállalkozásai anyagi összeomláshoz vezetnek. Ráment a házuk és a földjük is. Ezért maradék holmiukkal és egy fazék hústalan káposztával Móricék elindultak Prügyre, hogy ott próbáljanak talpra állni. De a legnagyobbik fiút, Zsigmondot átmenetileg a Csécséhez közeli mai Túr Istvándiba vitték édesanyja testvéréhez. Ez volt Móricznak a sokat idézett jellemformáló kohója. Istvándiban már nem volt a tiszteletes asszony unokája, s az iskolában is csak egy volt a sok közül. Itt döbbent arra is rá, amikor találkozott a környék földesurával, Kende Zsigmonddal, hogy nem csak szegények élnek ezen a földön. De ez volt az a hely is, ahol először belekóstolt a szép irodalomba, amikor Laci bátyja felolvasta neki Jókai egyik elbeszélését, s mindamellett itt ezen a kedves környéken lett először szerelmes. Túr Istvándinak és a jellemformáló kohójának tehát nagyban köszönhetjük Móricz Zsigmondot. De az ezen a környéken szinte kötelező középkori és különleges református templomot is. Túr Istvándi leghíresebb épülete viszont talán a vízimalom. A 18. századi építmény ipartörténeti szempontból is egyedülálló. Népi stílusban épült szerkezetével, 3 alulcsapós vízikerekével a felső Tisza vidék büszkesége. Sőt, egész Európában ritkaság számba megy. Az épület teteje fazsindellyel fedett, 2 tornya van. Déli oldalán helyezkednek el a kerekek és a duzzasztó zsilip. A belső tér megvilágításáról 11 ablak gondoskodik, kívülről pedig 3 erkély díszíti, amelyekről elbűvölő panoráma nyílik a kis folyóra és a környékre.
A malom szerkezete, hála az alapos felújításoknak, még ma is alkalmas őrlésre, ami egy kisebb fajta csoda, hiszen nagyon sok vihart élt át ez az 1700-as évektől itt álló vízimalom. De ez az egész vidék is egy csoda. Facsarodik is a szívünk, hogy el kell hagynunk ezt a tájat. A tündérmező elkápráztatott bennünket. Valamilyen varázslat történhetett itt egykor. Különben hogyan magyaráznánk ezeket a semmihez sem fogható középkori templomokat? Hogy lehet az, hogy az ország eme eldugott vizes szegletéből Móricz Zsigmondok, Kölcsey Ferencek, Krúdy Gyulák bújtak elő, hogy gazdagítsanak bennünket? Utánozhatatlan ez a világ. Az elképesztő történeteivel, szépséges kastélyaival, a megszelídített folyóival. És mi olyan szerencsések voltunk, hogy ezt láthattuk. Madártávlatból.